Egy korábban nem tervezett tornán léptek pályára az elmúlt hétvégén a nyíregyházi férfi kosarasok. A budapesti Honvéd 7. alkalommal rendezte meg a Gyurasics István emléktornát, amelynek tervezett részvevői közül egy olasz csapat lemondta a szereplést. A szervezők a kékcápákat kérték fel, akik örömmel vállalták a beugró szerepét. Az első mérkőzésen a Veszprém volt a nyíregyháziak ellenfele, és Siska János együttese 91-69-re megnyerte a találkozót. Megvalósítottunk sok mindent abból, amit szerettünk volna változtatni ebben az évben a csapatjátékán, viszont azt hiszem, hogy a felkészülésünkben mi egy picit előrébb tartunk, mint a Veszprém, ez is eredményezhette ezt az arányú győzelmet. Ahogyan korábban említettem, nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani neki, de azért a Veszprém egy erős csapat, és tudjuk, hogy tavaly a bajnokságban hogyan szerepelt. Ennek tükrében azért úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy kicsit tiszteletet parancsol azért az, ahogyan játszottunk a hétvégén. A döntőben a házigazda budapesti Honvéd ellen 97-75-re győztek Busivánék, akik így elhozták a győztesnek járó vándorselleget. Ezen a mérkőzésen tudtuk legjobban megvalósítani azt az elképzelést, amit mi szeretnénk ebben az évben kialakítani. Úgy gondolom, hogy a csapat fegyelmezett volt végig, és nagyon szépen küzdött, és az erőlétben is azt hiszem, hogy felül tudtuk múlni a Honvédot. A torna legjobb játékosának, a kékcápák centerét, Tóth Gergelyt választották meg a szakemberek. A szakmai igazgató szerint az új játékosok is egyre jobban beilleszkednek a csapatba. Alapvetően elégedettek lehetünk az új játékosokkal. Szobidani ugye egy idősebb, tapasztalt játékos, nem volt kérdés szerintem, hogy mennyi idő alatt illeszkedik be a csapatunk szerkezetébe. Andris pedig szép lassan egyre följebb jön és egyre rutinosabb lesz, vagy egyre több tapasztalatot szerez, neki kell az, hogy mérkőzéseket játszon, hiszen az elmúlt évben Amerikában volt, ahol nem a legnagyobb hangsúly az ő játékára irányult. Olivier pedig szép lassan kezdi fölvenni a ritmusunkat, ő a tavalyi évben sérült volt, egy kicsit nehezebb lesz visszatérnie, de természetesen szépen dolgozik és ott lesz majd a csapatunkban. A nyíregyháziak legközelebb pénteken játszanak edzőmeccset, akkor Salgótarjánban szerepelnek majd a kékcápák. Sitko Ernő elmondta, hogy már elkezdték a légiós keresését, de nem akarják elsietni a külföldi játékos kiválasztását.